1 éve aludtam utoljára. Ki vagy te? Elvis Presley vagyok. Én nem vagyok rajta a fényképen. Trevor, én a te fényképedet nézem. Tal a szellemed látta? Fura, hogy ezt mondod. A srácok a gyárban azt hiszik, nem is vagy. Nincs bűn, nincs felelet. Én tudom, hogy ki vagy. A gépész. Ma este az M1 műsorán. Ki vagy te? Eljött az idő. Pénteken a munkaidő befejezése előtt 10 perccel leállítjuk a gépeket. Mutassuk meg nekik, hogy gondolkodó lények vagyunk. Hozas embereket Írországból. Akkor megszabadulsz a sztrájkolóktól. Már jó ideje tudom, mennyire beteg. Feleségül akarom venni, mert szeretem! Ne szeressen! Mert én nem tudom viszonozni, és soha nem is fogom! Elegen vannak, akiknek elegük van? Önt kérdeztük meg a szólásszabadság a közvélemény kutatásában, hogy vajon akarja-e, hogy a pártok megegyezzenek? Az utcát szereti jobban, vagy a parlamentet? És mit gondol a népszavazásról? Válaszok a műsorban. Hova álljon? Már az is félelemkeltő, ahogy a politika elvadult körülöttünk, de az őrre menő pártok ráadásul minket is magukkal akarnak ráncigálni a ringbe. A többség azonban csak a képviseletét bízta rájuk, nem az életét. Azt tessék békén hagyni. Hogyan védjük meg magunkat? Budapestről kifordult az idegen. A zavargások alatt kiürültek a fővárosi szállodák. A katasztrófa turisták meg nem voltak olyan sokan, hogy pótolják az riadó vendégeket. Visszahozhatjuk őket? 12 nem egy tucat. Dalok szerelemhez, váláshoz, egyedüllléthez, autózáshoz, egy-kettő kicsit halk. A szerző ajánlja így új lemezét, azzal a megengedő kitétellel, hogy puszta zenehallgatásra se rossz. Presser Gábor jön el hozzánk. Györfi Miklóssal a Szólás Szabadsága vasárnap 21 óra 25 perckor.
Az espumizán gyöngy a haspuffadás okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos, nem befolyásolja az emésztést, folyadék nélkül is könnyen bevehető. Espumizán, és elszáll a puffadás. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Bíróság elé állíthatják a héten lemondott amerikai védelmi minisztert az Irakban és a Guantanamo-i börtönben elkövetett visszaélések miatt. A vádak szerint Donald Rumsfeld maga hagyott jóvá több kínzást. Elemzők szerint a Pentagon élén hamarosan több személycsere is lehet. Jelentős változások várhatók az iraki háborús politikában is. Washington állítólag fontolóra vette, hogy több lépcsőben összes katonáját kivonja az országból. Felmerült még az a lehetőség is, hogy a kormány Irántól és Szíriától kér segítséget az iraki lázadók lefegyverzéséhez. Horvátország felkészült arra, hogy a közeljövőben az Európai Unió tagja legyen, Magyarország pedig eltökélten támogatja a csatlakozást. Ezt Solyom László köztársasági elnök mondta a Horvátok napján Pécsett, miután tárgyalt horvát kollégájával. Stipe Mesić horvát köztársasági elnök beszédében úgy fogalmazott, mind a magyar, mind a horvát kisebbség elégedett lehet jelenlegi helyzetével, hiszen nem politikai eszközök, hanem összekötő hídak az anyaországgal. Alkalmas a Pécs melletti tubestető a NATO lokátorállomás felépítésére, ezt vélik a szakértők. A Honvédelmi Tárca honlapján már olvasható az erről szóló tanulmány. Készítői szerint a tervezett radar csak minimálisan változtatná meg a környezetet, bár a szakértők hozzáteszik, hogy a működéséből adódó sugárzás hosszú távú ökológiai hatásait egyelőre nem lehet megjósolni. Több helyi civil szervezet is így gondolja. Egy korábbi tanulmányra hivatkozva azt mondják, hogy a tubesre építendő radar veszélyes. Fekete lista készül azokról az autószerelő műhelyekről, amelyek becsapták a biztosítókat és túlszámláztak. A Magyar Autójavítók Országos Közösségének elnöke szerint évente több ezer panaszt kapnak a csaló és sok esetben rosszul dolgozó szervizek miatt. A szervezet a piac tisztulásáért hamarosan etikai bizottságot is létrehoz. A szerviz tulajdonosok szerint az lenne az ideális, ha egy pozitív listát is létrehoznának, és a biztosítók ezekkel a műhelyekkel kötnének szerződést. Évente 3 milliárd forint kárt okoznak a túlszámlázott biztosítási csalások. Szétmarcangolt a gondozóját egy leopárd a németországi Chemnitz állatkertjében. A 23 éves nő éppen a ketrecet takarította, amikor a ragadozó valószínűleg hátulról ráugrott. A balesetet feltehetően maga az állatgondozó okozta figyelmetlenségével. A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy nem csukta be azt a tolóajtót, amellyel egy belső részbe zárják el az állatokat takarítás közben. Végül az időjárásról. Éjszaka többfelé várható eső, néhol ónos eső is lehet, a hőmérséklet 1 és 6 fok közé süllyed. Holnap a felhős időszakok mellett néhány órára kisüt a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között lesz. Reggel 6 óra előtt 6 perccel lesz legközelebb híradó Kis Gabi várja majd önöket. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Jó éjszakát kívánok! Branislav Zunic 1999-ben bajnoki döntőt játszott a szombathelyi Falkó színeiben. A sors úgy hozta, hogy most, 7 évvel később, az akkori Falkóból 4 játékos ismét Szombathelyen játszik. Az 5. Zunic viszont a Kaposvár edzője. Azé a kaposvári, amely vasárnap épp a Falkót fogadja bajnoki rangadón. Könnyes találkozás is lehet, de valószínűbb, hogy izgalmas, nagy presztízs csata lesz a két csapat között, amelyet az M1-en ön is megtekinthet vasárnap kora délután. Mi nem tudtunk dönteni, önök megtették. A szavazás végeredményeként úgy döntöttek, hogy egy kis melegségre vágynak. Így a Real Madrid Olympique Lyon mérkőzést láthatják a mediterrán fővárosból. Vajon a királyi gárdának sikerül elégtételt venni a Lyonban elszenvedett vereségért? Nézzük együtt november 21-én kedden az M1-en. Kívánok, a labdarúgó Borsodi Liga 13. fordulójában 4 nyeretlen bajnoki meccs után megszakadt a címvédő kiábrándító szériája a Reac otthonában. Az első fél időt elintézhetjük azzal, mint az udvarias ember, ha a lábára lépnek, nem történt semmi. Fordulás után már a 4. percben vezetést szerzett a Debrecen Dombi góljával, Torma erre egy kapufával válaszolt, az igazi csattanót azonban Pusztai egyenlítést érő fejesen jelentette. Ha bajban is volt a Loki, a hazaiak kapusa kihúzta, onnan pedig inkább a beadást kellett volna lehúzni a szöglet után, de Farkas Balázs katasztrofális kijövetelét Zsolnai góllal büntette,
sőt a cserejátékos még egyet szerzett a 76. percben, ezzel 3-1-re nyert és megszakította nyeretlenségi sorozatát a bajnok. Nézzük a további eredményeket. A Győr 2-0-ra verte a Fehérvárt, Diósgyőr MTK 0-1, Pécs Vasas 2-1, Sopron Kaposvár 1-0 és Zalaegerszeg Vác némi meglepetésre 1-1, Garami József együttese vezeti a bajnokságot. A kézilabda bajnokok ligájában a már korábban továbbjutott MKB Veszprém utolsó csoportmérkőzésén 34-24-re verte a bosnyák Boszna Szarajevót, a PIK Szeged sorsdöntő meccset játszott Svájcban. A PIK Szeged férfi együttese továbbjutott a kézilabda VL-ben, ugyanis idegenben 23-22-re legyőzte az utolsó csoportmérkőzésen a svájci Kadetten Schaffhausen, és ezzel csoportjában a Ciudad Real mögött második lett. 13-10-re vezettek a szegediek az első félidő után, holott a 15. percben 8-3-ra még a svájciaknál volt az előny. A szegedi gárda kétszer is 4 góllal elhúzott a második félidőben, az utolsó 2 percben följöttek 1 góra a svájciak, sikerült megőrizni az előnyt, nagyszerű szegedi siker. Tehát a szegediek is várhatják a keddi sorsolást. A LEN kupában aranyérmes Dominó Honvéd női vízilabda csapata elhódította az európai szuperkupát, miután 9-8-ra diadalmaskodott a meggyőztes olasz Orizzonte Catania ellen. A férfiaknál a szuperkupát is érő rangadón Kovács István csapata már nem volt ennyire sikeres. Meglepte a kéksapkás Tevo Vasas Plakett a Dominó csapatát. A találkozó hazai fölénnyel kezdődött, ám Fodor gólja után 3-1-nél a Vasas nem roppant össze. A második negyedben Steinmetz Barnabás egyenlített, majd egy újabb Fodor találatot követően Zsinórban 3 vendég akcióból következett a két Varga, valamint az előző idényben még a Dominóban játszott Tóth Márton jóvoltából. Talán ez lehetett a találkozó döntő időszaka, mert innentől kezdve a bajnok nem találta a ritmust, a kiválóan játszó Vasas pedig magabiztosan 13-9-re nyert, a sikerért szuperkupa és kimondottan értékes bajnoki pontot jártak. A magyar jégkorong válogatott második mérkőzését is megnyerte a Pannon kupán, Magyarország-Litvánia 10-2. Sebestyén Júlia ismét a 2004-es formájának örvend, az Európa-bajnok az első helyen végzett a Kína kupa műkorcsolya Grand Prix-n. A debreceni rövidpályás úszó országos bajnokságon ma sem maradtunk csúcsok nélkül. Csen Verrasztó 3-3. A mai 10 egyéni versenyszámból összesen 6-ot nyert az OB két talán legfényesebb csillaga, Cseh László és Verrasztó Everin. Előbbi 100 gyorson, 200 pillangón és 100 vegyesen, utóbbi pedig 800 gyorson, 100 vegyesen, valamint 200 gyorson nyert. Ebben a számban ráadásul az előfutamban és a döntőben is megjavította az országos csúcsot. Ami még érdekes, Gyurta Dani 200 után 100 mellen is győzni tudott. Na igen, ha egy üzlet egyszer beindul. A Magyar Atlétikai Szövetség ismét Rábolt Gusztávot választotta meg elnöknek a tisztújító közgyűlésen. Rábolt 37, kihívója Salbert Ferenc eddigi alelnök pedig 23 voksot kapott. A szintén elnökjelölt Sulek Ágoston visszalépett, a régi új elnök megbízatása ezúttal az olimpiai ciklushoz igazodva 2 évre szól. Éjfél után 20 perccel az M2-n felvételről megnézhetik a Schaffhausen PIK Szeged kézilabda bajnokok ligája mérkőzést. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok! Mussolini óta minden érdekes, ami olasz. Önök mindig személyes védelmemet élvezik. Vissza kell térniük Angliába. Anglia korszakának vége. Nem vagyunk ellenségek. Nem mozdulnak. Azt hiszik, Mussolini megvéd őket. Csak egy árnyékszék van. Nem lesz hálószobánk. Te a Mussolinivel. Vasárnap este az M1-en. Feldesek, dobja el! A lányom egy rohadt zsaru lett. Kapd be! Szerinted a gyanúsítottnál fegyver volt, de a helyszínen nem találtak pisztolyt. Névvel ellátott golyó volt. A hajsza elkezdődik, és hamarosan nem lehet tudni, ki kit üldöz. A zsaru a gyilkost, vagy a gyilkos a zsarut. Kék a cél. Én a rettenetes, üres fehér papír, amire írnom kell. Gyere, ülj mellém, és lehelj rám. Aztán bekeheted a hátam és a lábamat napolajjal. A fiú megérezte, hogy a lány mellett kiszolgáltatottá lesz. Ittál sört és cigarettáztál is? És azt is tudta, ez az első letérdelés volt a legnehezebb.
mint egy utolsó koldus. Csak az első lépés nehéz megtenni a hamisság útján, a többi már gyors, ütemeljáró, mint a parkettáncosoké. Thank you.